El akarnám mesélni, hogy mit láttam. Még nem vagyok jól. Kicsit ugye hatása alatt vagyok az egésznek. Hát azt láttam, hogy jártam a pokolba. És ahogy beértünk, láttam a nagyszüleimet, barátaimat, akik már meghaltak, és olyan embereket, akik még élnek, de a nevük ott van. Mindenkinek megvan a saját helye. És képzeld el, hogy megláttam azt is, hogy megmutatta Jézus azt is, hogy melyik lett volna az én helyem, hogyha nem fordulok hozzá. És az a lelki teher, amit én úgy megéreztem, az abban az állapotban voltam, hogy ott volt a helyem, és hogy minden ember olyan lelki állapotban van, és mindenkinek ott van a helye, aki nem fordul hozzá, hogy segítsen rajta, hogy meg tudjon szabadulni ezektől a dolgoktól, ugye, mert kint vagyunk, teljesen kívülre kettünk a világba, és olyan súlyos a fájdalom az emberekben, hogy hát az úgy egyenesen menjen oda le a pokolba. Tehát a fájdalom maga rontja meg az embereket? Hát igen, ez a sok teher, amit az okoz, hogy kint vagyunk rekedve a világba. El vagyunk szakadva Istentől, a világ a mi Istenünk. A pénz, a munka, a megmondom én, aztán kiosztom én, aztán elmondom én az egy-kettőt mindenkinek. Tehát ezek a dolgok rakják ránk, a hazudozás, a lopás, az embertársaink kihasználása, egyik a másik feje fölött pálcát rendszeresen, de ugye ezt nem tudjuk, csak egy idő után tudjuk. És amire még felhívta nagyon a figyelmemet, hogy nagyon veszélyes, nagyon kell ügyelni a bibliázással, hogy ő nem azért adta a kardot, az igét, hogy egymás fejét levágjuk vele. Nem egymás fejét kell levágjuk a karddal. Nehogy úgy járjunk, hogy eszünk iszunk az ő nevébe, és visszaesünk a mennyország kapuja előtt. Mindenki keresse őt, az ő jelenlétét, és ő aztán tovább intézi mindenkinek úgy, ahogy ő készen áll, amit be tud fogadni. És ahogy elindultam, ahogy a nagyapámmal, ahol ő nem láttam semmit, semmit nem láttam, hogy nézett ki, vagy hogy nem nézett ki az a hely. Csak szellembe tudtam, hogy ő az. Könyörgött, hogy mondjam el, hogy ne kerüljenek ide az emberek, mert ezt már nem lehet megváltoztatni. És amikor elindultunk, egy búzaszemet kaptam. Csak egy sima átlag búzaszemet láttam. Azt megettem, mentünk tovább. De amikor elértünk egy olyan személyhez, akire én felnéztem örökké, azt hittem, nem gondoltam, hogy ő ott van. És ott volt. És nem értettem, hogy az hogy került ő oda, vagy mi a baj. Aztán megértettem azt is, hogy mi történt, mert olyan nehezen halt meg, és azt mondják az emberek, az a babonaság járja az emberek között, hogy ha nehezen hal meg valaki, akkor azt mi kell őt elengedjük. Nem, ő nem tudta elengedni az ő életét, ami itt volt berendezve. Ő szenvedett és ragaszkodott, és nagyon, nagyon lesokkolt ez. Azelőtt kaptam még egy búzaszemet, hogy de ugye érzésben nagyon rossz volt az én, hogy
teljesen ébren voltam, de végig sírtam az egészet. Nem tudom elmagyarázni ezt az állapotot. És akkor innen megyünk, innen indulunk el mindnyájan, és innen felmentünk a mennyországba, ahol megint nem láthattam semmit, de tudtam, hogy ott vagyunk. Egy nagy könyvet láttam, amit kinyitott Jézus, és megmutatta, hogy benne van a nevünk. És mindenkinek benne lehet a neve az életkönyvbe, hogyha odafordul hozzad. Ebből a lelki állapotból, ebből a sok fájdalomból ő ki tudja hozni az embert, ameddig még él az az ember. Él és hozzafordul. És azt is mondta, hogy nincs már sok időnk. Nagyon eluralkodott az emberek között a pokol, nagyon durva a helyzet, és nincs már sok időnk, közeleg a vége az egésznek. Annyi minden történt, hogy alig jut eszembe bármi is, de még mindig nagyon a hatása alatt vagyok ennek az egésznek. Igen, és nagyon ügyeljünk egymás között, hogy a véleményünkkel akár, tehát ne legyen közöttünk versengés, illetve nagyon ügyeljünk, hogy hogyan, milyen, nem is tudom, hogy tudjam kifejezni, hát csak úgy simán a véleményünkkel, mert ilyenkor úgy beengedjük magunkba ezt a másik szellemiséget, és az úgy eltávolít minket egymástól és tőle is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki figyeljen oda rá, és végezze azt, amire el lett hívva. És nagyon-nagyon szükséges a 100%-os elfogadás. Tehát hogy ne vágjuk le egymás fejét az igével, hanem hogy inkább segítsük egymást. Ha tudjuk, ha nem, akkor maradjunk csendben. Azt is megértettem, hogy miért csak annyi lelki fájdalmat engedett, hogy megérezzem, hogy az milyen, mert belehaltam volna, ott egy az egyben meghaltam volna, hogyha ő megengedi teljesen azt, hogy átélje egy fizikai testbe élő ember azt a fájdalmat, amivel akkor találkozunk, hogyha már nincs testünk. Persze, már itt is találkozunk vele, csak nem veszük észre, mert el vagyunk. Csak itt még van kegyelem, tehát itt még van lehetőség mindig. Igen. Még folyton kapja az ember a lehetőséget az életre. Igen. És hogy láttad ezt, milyen formában? Hát csak úgy szellembe tudtam, hogy hol járunk, hogy mit csinálunk, hogy ki van ott, hogy ki következik, ki lesz még ott. Ahogy értünk, ahogy haladtunk, tudtam már, hogy ki van ott. Egyáltalán nem ilyen képek formájában láttam ezt. Vagy nem tudnám megmondani esetleg, hogy milyen szörnyű az a hely. Nem. Sötétséget láttam, semmi más. De nem vizuálisan láttad? Nem. És ezt nem álomban, hanem ébren? Ébren voltál? Ébren voltam. És hogy kerültél ebbe az állapotba? Hát úgy, hogy imádkoztam, hogy mit csináljak. Mit csináljak, mert úgy érzem, hogy néha szapulom magamot dolgokért, hogy mit csináljak. És úgy szépen elindult ez az egész folyamat, hogy nem értettem megint, hogy mi van velem. És úgy elkezdtem kérni az ő segítségét, hogy vegye ki, hogy engedje, hogy lássam azt, ami tényleg van, hogy
csak én erre tudjak figyelni, csak ez legyen a szemem előtt. És azért is imádkoztam, hogy vigye véghez azt, amiért én megszülettem, amilyen terve van vele. Ezért imádkoztam. És úgy kerültem ide. Hát olyan néz volt ez az egész, hogy ilyenkor hogy olyan nehéz lesz, mint hogyha valami úgy nem engedne mozogni, vagy nem tudom. De teljesen nem aludtam, nem álmomba láttam. Pont úgy, mint a kiskövecskével, amikor láttam, pont úgy, amikor az ajtót kinyitotta és idatta a kulcsot. A tegnap is ugyanazt láttam. Imádkoztam érte, és ugyanazt láttam. Ő imádkozott kint, én bent imádkoztam érte, és ugyanazt láttam. Ugyanilyen formában, hogy nem aludtam, de szellembe tudtam, és láttam, hogy mi történik. De nem ilyen képeket egyáltalán nem láttam, hanem éreztem, végig sírtam, annyira erős volt ez. Nem nagyon szoktam így látni, hogy ez a látomás, ez ilyenkor olyan látomás, hogy szellembe tudom, hogy mi történik, s az mi az, azon mit ír, s az ki az, így. De nem látok ilyennel. Semmit nem látok. Csak sírtam rajta, nem tudtam más tenni, csak zokogtam, hogy van olyan jó ember, akiről én azt hittem, hogy jól élte az életét. Pedig nem, végig szenvedtes, nem is tudott róla. A sok munka, a sok megfelelés az emberek felé. Hát a tegnap, emlékszel a tegnap előtt, amit írtam, hogy mit láttam? Jézus kinyitott egy ajtót, de ezt is szellembe láttam, ugyanúgy, mint a kiskövet, szóval szellembe tudtam, hogy mi történik. De így nem nagyon vizualizáltam semmit, így nem tudom, lehet, hogy nem kell, vagy nem tudom én se, hogy miért így van. De már úgy ismerem ezt az érzést. És akkor ugye kijött ez a fény az ajtón, kijött ez a hát nagy fény volt, de nem volt vakítő. A fénybe ilyen csillogó aranytól csillogott ez a fény. Olyan, tényleg olyan dicsőséges fény volt, nem volt vakító, nem volt. Kellemes volt. És kinyitotta az ajtót előttem, és a kulcsot nekem adta. És a tegnap, ugye olvastuk megint ez a samáriai asszony dolgot, és akkor ott volt, hogy ez a víz, amit Jézus mond neki, és kérte azt a vizet. És ő imádkozott, és én is kezdtem érte imádkozni, és ugyanezt láttam, hogy ugyanott állt az ajtó előtt, ugyanúgy kinyílt neki, és ugyanúgy oda kapta a kulcsot. Az a kulcs tudod, mit jelent? Nem. Nem tudom. Hát úgy gyorsultak az események, amióta aki az ajtón álló, ugye az ajtóban őr, az engedi be az embereket. Tehát a kulcs nálad van, azt jelenti, hogy ahol a kulcssal te is be tudsz engedni másokat. Azt a kulcsot arra kaptad, hogy be tudjál engedni másokat az ajtón. Ja, hát a bizonyságommal, és azzal, hogy ezt hirdetem, vagy hogy kell mondani. Pontosan. Tehát mindenki kap egy ilyen kulcsot, úgy igazából, aki megismeri az igazságot, és azért a kulcsért felelősséggel tartozik. Igen, amióta megosztottuk a videós bizonyságot, azóta így felgyorsultak a események, úgymond.
sok még több felismerés jött. Ja, úgyhogy ezt láttam máma, úgyhogy lehet, hogy ezt így kellett meglássam, hogy meg tudjam tenni azokat a dolgokat, amire el lettem hívva, vagy nem tudom. Kellett lássam, hogy hol volt az én helyem, mielőtt megismertem. Meg kellett éreznem azt a lelki fájdalmat. Nem tudom. Még nagyon a hatása alatt vagyok az itt. Nem gondolom, hogy aztán szépen kikerekedik minden, és akkor meg tudom osztani. De mindig, amikor ekkora dolog jön, az mindig felhívlak vele. Már rájössz, hogy megszokásból is azonnal, hogy ezt meg kell osztani. És mindig ilyenkor olyan úgy elkap a gyomorideg, hogy féljek, hogy nehogy elmondjam, vagy nem tudom miért, de így, ahogy elmondom, mindig úgy megnyugszok utána. Olyan nyugalom előtt.